Na, hello, hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Szia, Lionel, Dóri, Dínyes, a szevasztok, jó estét. Na hát akkor újra Satisfactory, folytatódik a gyárépítés. Igazándiból mondanám, hogy ott, ahol múltkor abba hagytuk, de ez igazándiból nem igaz. Szia, Dét. Abból a szempontból nem igaz, hogy elkezdtem gondolkozni, és múltkor, amit itt beszélgettünk, hogy hány száz óra belemegy ezekbe a dolgokba, és igazándiból én játszottam egy kicsit a játékkal, olyan dolgokat nem csináltam, ami nagyon előre lépés lett volna a progressz ügyében. Igazából annyit csináltam, hogy építkeztem. Tehát lebontottam a falakat, újra felépítettem a gyárnál, meg egy kicsit kicsinosítottam. Tehát igazándiból annyit csináltam, hogy az építkezés részét, ami egy ilyen 2-3 órás meló volt, azt megcsináltam a streamen kívül, mert nem akartam azzal egy full live-ot eltölteni, hogy ezt a gyárépületet ugye most itt lebontom, fölépítem vissza, lebontom, fölépítem vissza a falakat, meg stb. Úgyhogy igazándiból ezt a részét megcsináltam a streamen kívül. Haladni mondom, nem haladtam a progresszel, úgyhogy az mindenképpen marad a live-ra, de ez az építkezős falcserélős móka, ez live-on kívül esett most meg. Természetesen hát fogom tovább építeni magát a gyárat, tehát nincsen még készen. Csak ezt így most jobbnak találtam streamen kívül. Főleg itt ezeknél a üveg falaknál, ahol szét kellett szednem a gyártósor egy részét, mert a falba beleütközött, stb. Na mindegy, szóval magát a gyárat így körülbelül így fölhúztam, és így néz ki jelenleg, ugye ha emlékszik rá mindenki, akkor ilyen szürke panelekből állt, nem volt még ilyen lába talpa, meg a falak sem körben álltak igazándiból, és hát erre a felére is raktam ugyancsak egy feljárót, mint a túloldalon. Tehát igazándiból ennyi az, ami a streamen kívül történt, és itt is most már föl lehet menni. És szerintem eléggé jó gyár kinézete lett a dolognak, úgyhogy hát ez lesz most az egyik fő gyár, aztán majd későbbiekben, ha építek, akkor most már elég sok tapasztalatot szereztem ezzel kapcsolatban, úgyhogy kicsit másképp fogok építeni, de ezt már nem szedem szét, úgyhogy. Na, és akkor ugye a mai nap az lenne a cél, hogy az acélgyártást beindítsam. Itt is volt még egy pici pakolgatás, ez a három platform meg lett pucolva, hogy fölötte az üveg van, tehát beljebb raktam a szalagokat, aztán körülbelül ennyi, máshoz nem nyúltam, meg felhúztam egy új szintet a acél gyártó sornak, tehát ugye első emelet, és akkor ez a második emelet. Azért raktam le ezt előre, mert itt ezeknél a falcseréknél szét kellett bontanom, úgyhogy először kell falat építeni, és utána lehet csak beépítkezni, úgyhogy. Na, tehát akkor. Először is föl akarom oldani az olajgyártást, ugye? Most az a milestone van, hogy az oil processinget meg kell csinálni. Úgyhogy először azt akarom megcsinálni, és akkor utána nekiállunk majd a különböző többi dolognak. Ugye kell 100 darab betonacél, igazán ez beton kell, meg ilyen szalaghoz való acél, igen. Meg kell 50 darab motor, ahhoz kell majd stator, meg rotor, az van készen, tehát az sem okoz gondot, úgyhogy jó, először kezdjük a kell beton, meg kell acél. Hát sok betonom nem maradt az építkezés után. Úgyhogy elmegyünk, szerzünk egy kis betont. Egyébként most már eléggé messziről is jól néz ki a gyárépület, úgyhogy alakulgat a dolog. Hát nem tudom, hogy milyen magas lesz, nem tudom, hogy hány gyártósor kerül még bele, majd meglátjuk. Majd kiderül. Na, ezt ellopjuk mind, az összes betont. Jöhet velem.
És egyébként óriási maga a gyár, és mégis a területhez képest ugye pici, tehát mennyi hely van még, ahova lehet építeni majd. Nagyon sok. Na, ebből kell 100 darab. Pont annyi. Pont annyi van nálam, és akkor utána csinálunk még 50 motort, és akkor az olaj már föl is lesz állokkolva, vagy ki lesz állokkolva. Azt egyelőre természetesen most maximum megnézem, hogy hol van olaj a közelben, bár nem tudom, hogy milyen, valószínűleg nagyon messze lesz, tehát a közelben nem lesz, de legalább most már tudni fogjuk, hogy hol van, és akkor hát igazándiból ugye a generátorokhoz el kéne hozni a szenet a másik oldalról, és a mostani szenet pedig átirányítani ugye a második emeletre, ahol az acél készül, majd mert oda átkerül az acélgyártás. Meg hát ugye innen a hátam mögül azt a négy vasbányát megnyitni, beindítani, és azt is ugye fölvinni valahogy a második emeletre, úgyhogy lesz ma bőven mit csinálni. Úgyhogy elveszek ezzel a dologgal, az biztos. A fele megvan. Már csak a másik fele kell. Aztán holnap meg ugye Minecraft lesz, és lesz egy kis műsorváltozás, majd még később beszélek erről, meg úgyis ki fogom írni Facebookra, úgyhogy nem a hardcore sorozat folytatódik, hanem más lesz majd helyette. De úgyis ki fogom írni, mert látni fogja mindenki majd. Facebookra is, meg lehet, hogy YouTube-ra is kirakom, lehet, hogy Discordra is kirakom, sőt biztos, úgyhogy nem fog lemaradni róla senki. Szia, nagy hello, hello! Na, elkészült a 100 darab, tökéletes. És ugye 50 darab motor kell nekem, ahhoz kell, rotor az készen van, stator kell, statorhoz pedig kell acélrúd és vezeték, 50 darab, tehát akkor szerintem lehet, hogy van is itt annyi. Egyelőre hozok motort, vagyis rotort, mert azt ugye automatikusan gyártom, az van készen. A felső emelet. Vagyis az első emelet. Érdekes, ebben még jön. Ja, igen. Hát ez még nincs tele, úgyhogy. Hiszek ebből is legyen lent. Igen, ez egy survival építős, fejlesztős, ilyen gyártó sorokat kell építeni benne, gyárakat, bányászni, fejleszteni, túlélni, vannak ellenfelek. Ja. Ilyen, hát az egyik ilyen legjobb gyárépítős játék én szerintem, úgyhogy ez a Satisfactory most. Jó. Ez ide. És akkor kell nekem még ilyen, meg mi kellett még hozzá? Más nem kellett, nem? Ja, izé, acélcső. Kellett még acélcső is. Igazándiból, hogyha a faktóriót ismered, akkor olyan, mint a faktórió, csak 3D-ben. Na, 50 motor kell, tehát kettő stator kell egy motorhoz, akkor ebből kell 100-at. Aha, akkor viszont nem lesz elég a... Lehet, hogy a rézvezeték nem lesz elég, akkor el kell mennünk még rézvezetékért.
Igazándiból mostanában a farming egy picit úgy, hát leült, mondjuk úgy, mert sajnos nem nagyon foglalkoznak a játékkal, nem nagyon fejlesztik, a 21 is ki tudja mikor jön, ha jön egyáltalán, idiótábbnál idiótább DLC-ket adnak ki hozzá, úgyhogy heti egy farming még szokott lenni, de mostanában inkább az ilyen építős, meg hát ilyen Minecraft Satisfactory az, ami jobban érdekel, valahogy most az inkább az valahogy inkább le tud kötni, mint a farming. Bár igazándiból ma például, tehát igazándiból nem az, hogy meguntam a farmingot, meg nem az, hogy nem szeretem a farmingot, hanem egyszerűen nem jön hozzá tartalom, úgymond. Tehát igazándiból ma például fölvettem egyrészt a timelapse-hez, és ez teljesen jó volt, és élveztem, és tetszett, tehát jó volt játszani, de egyszerűen magához a farminghoz annyira kevés tartalom jön, hogy hihetetlen. Úgyhogy most az egy picit ilyen, hát nem az, hogy pihenőben van, de most kevésbé megy a csatornán, úgyhogy kevesebb belőle a livestream. Na, viszont megvan mindjárt a fele, 50 darab, és ahogy nézem egyébként, igen, a izé lesz a kevés, a rész kábel, úgyhogy elmegyünk részkábelért. Gitev, vagy jutottak a töltésen? Nincsen fél perc, se nem mondott. Szia, Titus. Date, nem olvastam erről, de utána nézek a stream után, mert az érdekel, mert hogyha ilyen gyorsan be lehet tölteni, akkor még akár lehet, hogy fogok is vele játszani, mert legtöbbször az az idegesítő, hogy órákon keresztül kell várni. Aki ugye GTA-zott, már azt tudja milyen, amikor vársz, tölt, 10 perc eltelik, na, végre berak. És akkor hopp, mégse rak be, mert megszakadta, nem tudom mi. Úgyhogy az kezdi előről. Sőt, kidob single playerbe, az a legjobb. Azt imádom a legjobban. Úgyhogy megnézem majd. Szia László, hello. Lehet linkelni hozzá kapcsolódó sztorit? Lionel, nem tudom, vagy mire gondolsz. Reyes Delint Quente. Jézusom, gyerekek, Reyes, emlékszem rád, de udan, most így hirtelen beolvasni a nevet, furcsa volt. Lionel, szerintem lehet, vagy nem, már hogy érted, hogy kapcsolódó sztorit, mi videót, vagy milyen linket, nem tudom, hogy a előfizetők, szerintem csak a VIP-k meg a moderátorok tudnak linket bedobni a chatre, ha erre gondoltok. Hát linkelhetsz videót, linkeljél videót. De már mi bemutatja a töltési időt, vagy milyen videót akarsz belinkelni? Na, ezzel együtt meg lesz már a 50 motor alapanyag, azt a kis Skynetet elküldjük. Hát, Dét, elvileg VIP vagy, tehát szerintem tudsz. Azért mondom, lehet, hogy Lionel nem tud berakni linket, de az az igazság, hogy ja, heti újdonságokat, ja, de az az igazság, hogy én szerintem egyébként Lionel szinte minden, sőt, minden egyes streamen itt van, úgyhogy miért nem VIP ő még egyébként tényleg. Na várjatok, ezt mindjárt kijavítjuk, ezt a hibát. Na, így is van, megvan Lionel mostantól VIP, úgyhogy itt van VIP között, nem tudom eddig miért nem volt így. Na mindegy. Igen, Lionel, erről olvastam a múltkor egy cikket, hogy valaki megtalálta, hogy azt hiszem már elolvastam nagyjából, de hogy valami, hogy csak
egy szálon töltött, vagy valami ilyesmi volt, nem használta ki a processzoroknak a multiplizéját, threadinget, vagy mit, tehát hogy ugye több magasabb processzorok ezt a részét. Nagyon szívesen, Lány, nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Úgyhogy valamit olvastam róla, de akkor... De jutalmazták is pénzzel? Na, helyes. Ezt egyébként szeretem, mert ez nem egy rossz dolog, úgyhogy igazándiból sok millió embernek segített most ezzel, mert gyakorlatilag ez nagyon-nagyon sok embernek problémát okozott, úgyhogy... Dét most nem nézem meg, de elhiszem, tehát meg ki fogom próbálni majd. Szóval a cikkre ránézek. IGN Hungary. Hivatalosan is kiadják. Modder 10.000 dollárra jutalmazták. Fasza. Az ő megoldása a töltési idő 6 percről lecsökkent 1 perc és 50 másodpercre. Nem semmi. Egyébként igen, tehát belegondoltok, hogy mekkora cég, hány százmillió dollárt ráköltött a játékra, hány száz fejlesztője van, szakértők, hozzáértők, minden, és egy moddernek kell ugye megmondani, hogy hát öcsém, figyelj már, ezért tölt sokáig a játékod. Tehát így... Tehát ez az, amikor nem tudom, ki látta a... Na, mehet a 50 motor. Nem tudom, ki látta a Z-világháborút, azt hiszem abban volt, talán Brad Pitt játszott benne. És abban volt, hogy amikor ott voltak Izraelben, akkor mondta a csávó ott az izraeli, hogy van nekik valami nem tudom hány fős ilyen csapatuk, és akkor van mindig egy plusz fő, aki mindig így ellentmond, vagy megvizsgálja a más szemszögből is a dolgokat. Na mindegy, a lényeg az, hogy ennél a cégnél, ha belegondoltok, hány ember van, aki csinálta ott a dolgokat, fejlesztett, meg programozott, meg minden, és tényleg egy külsős ember jött rá erre. Szóval minden cégnél igazándiból elférne egy-egy ilyen ember, aki egy kicsit ilyen más szemszögből vizsgálná meg a dolgokat, és mennyi mindenre rá lehetne így jönni, hogy mennyi minden ilyen probléma meg gond lehet csomó helyen, ugye, de hát nem nagyon foglalkoznak vele. És azért mennyi idő eltelt most már a GTA-ból, szóval ilyen, nem tudom, hány éves, nagyon 5, 6, 7, 8, 10 éves, nem tudom már a GTA, úgyhogy elég régóta kint van, és csak most jöttek erre rá. Szóval több ilyen megfigyelő ember kéne, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Több komolyabb hibát ki tudnának javítani. Na, viszont mindjárt készen van az 50 motor. Nagyon kíváncsiak, hogy hol lesznek. Szia Spider Korza, hogy hol van a környéken olaj, mert ugye kelleni fog majd. Hát annak is egy külön gyár kell az olajnak, de természetesen azt is csak kicsiben fogjuk először elkezdeni. Hát egyébként László Giantshez nagyon kéne egy ilyen ember, igen, tehát kéne egy olyan ember, aki hát hogy is mondjam. Például hát nem azt mondom, hogy a rajongóknak minden egyes hülyeségét elolvasná, meg összegyűjteni, de legalább odafigyelne valamennyire, ugye most a Giants nagyon benyomta ezt a, hogy legyenek ilyen emberkék, akik ugye ilyen nagy követek, és ugye a Giantsnek a szócsövei lettek ugye a saját nyelvükön úgymond, csak az a baj, hogy ezt így fordítva kéne, hogy igazándiból tőlük kéne összeszedni a rajongóktól az olyan információkat, hogy merre kéne fejleszteni a játékot, tehát nem. Tehát igazándiból látjuk, hogy Facebookon miket linkelgetnek, meg milyen DLC-ket adnak ki, tehát ehhez nem kellett volna fölvenni izékat ilyen. Én azért is jelentkeztem egyébként, mert lehetett volna, de nem tartottam én ezt egy nagyon jó ötletnek, hogy... Mert ha fordítva csinálták volna, akkor azt mondom, hogy oké. Mert akkor tényleg akkor például a magyar játékosoknak az igényeit lehet továbbítani a Giant Software felé.
lett volna valamilyen kommunikáció, de hát így csak ugye lefele jön a hülyeség ugyanúgy, tehát semmi értelme én szerintem. Na mindegy. Oké, olajfeldolgozás, pehet a raketta. Gyerünk pici. Gyerünk pici, szállj föl. Na. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out of base activities. Oh, 12 perc mire visszajön. Hát jó, mondjuk nem terveztem, hogy megint valamit felküldünk, mert azért annyira nem állok jól. Na, nézzük, hogy mi az, amit kaptunk. Oil extractor. Tehát ugye ugyanaz, mint a bányagép, csak ugye olajat lehet vele bányászni. A refinery értelemszerűen ugye valamilyen folyadékot fog felhasználni, gondolom, tehát gondolom olajból fog valamit csinálni, mit tudom én, akármit. Jó, powernél semmi, logisztiknál van valve, az hát gondolom igen, le lehet zárni, hogy valamerre folyjon, ne folyjon, tehát el lehet állítani, ha mondjuk olajszivárgáson, ami nem lesz, de tehát el lehet zárni, ugye, hogy ne. Bár elvileg a csövek is le vannak zárva szerintem. Na mindegy. Sőt, azt írja, hogy igen, be lehet állítani, hogy mennyi legyen mennyi folyjon át rajta folyadék. Aha, jó, tehát szabályozni lehet zsír. Itt nincs semmi, foundationnél sincs semmi. Gondolom a falaknál sincs semmi, és a transportationnél, de van. Hypertube Entrance. Ja, az még a múltkori. Jó. És akkor nézzük, gyerekek, hogy az olaj hol van helyileg legközelebb. Erre rohadtul kíváncsi vagyok. Mondjuk a térképen, amit múltkorában néztem, megnéztem, de már nem emlékszem rá, hogy hol van. Na, arra nincs. Nem mondod egyébként, hogy sehol se lesz. Atya úristen. 2348, 2335, 2300 valamennyi. Tehát arra van kettő egymás mellett például kettő, tehát inkább arra kell akkor, mint arra menni. Jó, rohadt messze van, úgyhogy rohadtul nem fogok most olajat szedni egyelőre. És akkor az olaj megvan, tehát tudunk például ide bedobta őket. Hát elárulom, hogy itt semmit nem. Tehát akkor minden, ami ott készül, a refineryben fog készülni valószínűleg. Tehát gondolok én a plastikra, gondolok én a gumira, petróleumkók, meg ilyesmire. Jó, tehát akkor mindegy, jó, ez egyelőre felejtős. Manufacturer, mi kell nekem innen? Igazándiból szerintem egyelőre semmi, ezek nincsenek is hozzá. Ehhez sincsen még plastik, tehát ezt sem tudom kifejleszteni. Ehhez sincsen se plastik, se gumi, se fabrik, az se tudom micsoda. Ehhez sincsen gumi. Ez mi? A vasúti sín rendszer, na az viszont lehet, hogy majd kellene. Ehhez csak ez a új komputer kell, ami viszont itt van, és el is kell. Jó, tehát először mindenképpen el kell majd oda kolbászolnom, oda valahova, atya úristen, nagyon messzire, és meg kell, szia Petyus, meg kell néznem az olajat, hogy hogy néz ki. És igazán azt sem tudom, hogy mit csináljak, tehát ha oda megyünk, akkor gondolom le kell rakni egy extraktort, le kell rakni egy refinery-t, oda kell vinni az áramot, és akkor innentől kezdve nem tudom, hogy fog készülni majd a dolog. Már úgy értem, hogy gondolom a refinery fogja csinálni a izét, a gumit, meg a plastikot. Plastik, igen, meg gumi. Ja, egyébként ott van, hogy miből van. Standard recept. Valami ilyen kannázott olajból
Tehát ebből a crude oilból, tehát az olajból fog csinálni kettőt, meg valami lila, nem tudom, még valamit. És a gumi meg, azt írja, mit csinálja? Nem. Jó, és akkor az meg, tehát akkor ez a plastik meg a gumi a izéből lesz a sima olajból. Jó. És akkor ugye utána, hát igazándiból, nem is tudom, hogy mit kéne fejleszteni, mert mindenhez kell ez a izé, rubber meg a többi. Szia Szenny, hello, hello! Jó van, na, tehát akkor nem tudok tovább lépni, amíg nem lesz olaj, meg a többi nyalánkság. Egyelőre kipakolunk. Ó, nem fér be. Jó. Igazándiból le kéne rakni a 4 bányagépet. Tehát kezdjük el a... és azon gondolkozom, hogy mindegy, egyelőre megnézzük. Kell kocka, az jó. Tehát akkor 8 bányagép kell. Kell még csinálnom 2-t. 3-at. Az miből van sima? Sima vasrúd, vascső. Jó, ez kész. És kell még hozzá 10 acélbetont, kocka. Vagyis betonacél. Rubbert kézzel tudok. Te, én itt néztem a recepteket a Craft Benchnél, én nem látok itt gumit. Szépen megyünk lefele. Tehát szerintem itt nincsen gumi. Nem látok. Tehát nincs. Lehet, hogy kicsit off, de VOD-ban minden platform eltalálta a Tier 1-2-es tankokat, vagy csak a konzolok kiváltsága. Hát szerint megmondom őszintén, hál' Istennek nem tudom rá választ, mert nem botozok. Tehát ez most annyira, ez most olyan kérdés így, hogy tényleg nem tudom. Úgyhogy egyébként itt van a rubber, a gumi, de nem láttam sehol. Tehát csak, szerintem csak ott lehet csinálni az izében, az új helyeken. Ebből kell... Mennyi? 4 darab. 40. Így van. Én is néztem most, belogoltam a VOD-ba, megnéztem az új... Mi ez? Izé szezon, nem tudom milyen szezon, vagy izé battle pass. Egyébként Hitman meg tudja mondani tuti, mert ugye a konzolost nyomja most, vagyis hát ő konzolon játszik, tehát ő tudni fogja biztos, hogy mi a helyzet. Szóval megnéztem, és eddig is olyan irányba haladt a játék, hogy nem a legjobb irányba fejlesztették, tehát tényleg mindennel foglalkoznak, csak azzal nem, hogy a játék élmény jó legyen, tehát, hogy nyerni tudjál, úgy érezed, hogy érdemes játszanod a játékkal. Úgyhogy igazándiból sajnos nem érzek semmi késztetést, hogy votozzak, pedig szeretem a tankokat, szeretek lövöldözni, szerintem tök... Jó, van minden. Szerintem tök jó lenne, mert jó dolog, de ettől függetlenül én úgy érzem, hogy nem mondom, hogy a karácsonykor ráköltött hatalmas lóvét sajnálom, hogy ráköltöttem, mert jól szórakoztam, és jó, hogy megvannak bizonyos tankok, meg egyéb dolgok. De igazándiból most úgy vagyok vele, hogy egyelőre nem hiányzik nekem az, hogy idegeskedjek a World of Tanks miatt. Tehát teljesen nyugodt vagyok, alacsony a vérnyomásom, úgyhogy ezek nincsenek szétverve.
Szóval eljutottam egy olyan pontra a bottal kapcsolatban, hogy sajnos több gondot okoz, mint hogy szórakozást nyújtson. Úgyhogy ebből kifolyólag nem fogok vele játszani. Pedig lehetne, mert tényleg tele vagyok premium tankokkal, tele vagyok most már tízes tankokkal is, úgyhogy... Hát Spider-Cross, ezeket le kell róla csapkodni, mert nem lehet rárakni a bányagépet, úgyhogy csak emiatt mondtam, hogy ezek nincsenek szétverve. Na várjunk, ez 1, 2, 3, 4, jó, megvan mind, oké. Na, tehát ez fogja az acélgyárnak a alapanyagot biztosítani. Mi hiányzik? Ja, semmi, csak... Na, tehát egy MK2-es. És ugye ezek impurok, tehát a létező legrosszabbak, amik vannak, viszont a... Így is ki lehet belőle 60-at szedni másodpercenként, tehát igazándiból az MK2-es bányagép egy kicsit azért boostol rajtuk. Úgyhogy annyira mégsem rosszak. Kettő. Na. Három. És négy. Tehát fönn van a négy bányagép a helyén. Most igazándiból annyi a feladat, hogy egy platformon kéne... Ó, mennyi kaja van itt? És kell is, mert használgattam. Szóval egy platformra akarom hozni a meglévő bázissal a lerakott platformokat. Vagyis foundationöket. Ezt kidobjuk, mert a nyers vas nem kell. Vagy vasérc. És elkezdem ide felhozni ezt a utat, amin el fogjuk majd. Hát az egyik oldalán vinni az energiát, a másik oldalán pedig elhozzuk természetesen a vasércet. És azon gondolkozom, hogy... Hát igen, itt elég nagy az emelkedő, de muszáj. És szerintem ez az a magasság, ami már jó lesz, nagyjából. De lehet, hogy még egyre fölé kéne menni, és akkor... Hát inkább most emeljük meg, és akkor végig jó legyen. Microsoft hozzávágott Premium-ot, aranyat, Objection... Figyelj, azékat... Természetesen minden ingyen cuccot elfogadunk, hát miért ne fogadnánk el, nem vagyunk hülyék. Ha valamit ingyen adnak, akkor azt el kell fogadni. Csoda, jó az a bot, ha az ember rozsdervizni szeretne. Ja? Hát...
Figyelj, a VOT-nak az egyik legnagyobb problémája az, hogy sajnálatos módon a... azzal, hogy nyersz vagy veszítesz, egyáltalán nem foglalkoznak. Tehát van egy olyan része a játéknak, ugye, hogy 30%-ban fixen nyersz, 30%-ban fixen veszítesz, és 40%-ban van beleszólásod, hogy nyersz vagy veszítesz. Állítólag ez így van. De ez ennél a játéknál, ez körülbelül úgy néz ki, hogy nem napi leosztásban van, hanem hetiben. Tehát olyan, mintha játszanál egy nap, és amikor 10-ből 9-szer veszítesz, akkor beragad az a része a játéknak, hogy tehát az a 30%, amikor fixen veszítesz, az fölmegy 90%-ra, mert 10-ből 9-et veszítesz. Amikor 10-ből 9-et nyersz, akkor meg visszajön ez a dolog, és olyan, hogy rajtad múlik, olyan meg szinte sosincs. Tehát igazándiból, mintha ez így, nem tudom. Beethoven, Ha adnak fogad, de ha ütnek, szaladj el. Végül is nézhetjük így is. Ezeket majd kivágjuk, mert útban vannak. Szerintem itt mekkora a lejtés, de... Hát, hogy nem kéne ennyire követnem a talajt. Jó lenne, nem lenne ennyi misclick. Hát a VOD-ban vannak érdekes dolgok, úgyhogy sajnos az egy ilyen játék, így van. Na, alapvetően ide el kell hozni az áramot. Hát ez így kb. Szerintem jó, a szalagokat majd megoldjuk. Igazán azon gondolkozom, hogy egy vagy két szalag legyen. Ugye a... 3-as szalag az 270-et tud vinni. Tehát ugye ez 120-240, tehát egyre simán rá fog férni. Viszont ha meg akarjuk boostolni, akkor ha lesz annyi boosterünk, overclockolni, akkor mindjárt megnézem, mert azt hiszem a hátsók, vagyis a sima vasgyárnak, ami van, azok meg vannak boostolva, ha jól emlékszem. Tehát akkor 60-ról nem tudom mennyire fog fölmenni. Szia Pongó, hello, mi a helyzet? Hogy van a család? A hölgy neve Misclick, azaz. Erőt és egészséget elvtársak. Szevasz Szergely, mi a helyzet? Hello, sziasztok. Na, boostolva... Ajja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 j
De szerintem 90 lesz. Van itt egy booster. Ott 4 boostert nem tudom honnan kukázok össze. Van még egyre való. Mindegy, a lényeg az az, hogy
hogy lehet, hogy inkább túl fogom tervezni, mint hogy kevesebb legyen. Mert ha valami történik, akkor szerintem inkább biztosra menjünk, úgyhogy. Szia, Solya, hello, hello! Nagyon jó van a család, na az a lényeg. Köszi, Solya! Viszont gyerekek, lehet, hogy... lehet, de nem lehet, hülyeséget beszélek. Na, tehát 60. Ez csak 60? Nem számít, hogy mennyi az annyi. 90. Ja, de 90-re fölugrik. Jó, legyen dupla. Na, azt akartam gyorsan mondani, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk azt, hogy duplán raknánk a... Vagyis hát ide lepakolnék mindent, ahol ugye az acélt megöntjük, de hát nem tudom, mert a szenet ugye ide kell vezetni, anélkül nem fog menni. Úgyhogy igazándiból... Na jó, ezt meg itt átalakítom, mert nem tetszik. Egy helyen legyen benne emelkedő, ne több helyen. Na, itt csak egy helyen van benne emelkedő, nem több helyen. Igazán, de ezeket a 4 métereseket is kéne használnom, túl sok 2 méterest használok. Na mindegy. A lényeg az, hogy nem tudom idehozni a szenet, mert oda fogjuk bevinni a gyárba, úgyhogy innen mindenképpen csak a hogy hívják, ott fogom tudni elvinni magát a vasércet, úgyhogy ez ennyi. Lehat nálad a Twitch? Na, de most már megy. Innen is egyébként át akarok már oda építkezni, mert mindig kerülnöm kell. Na, mennyivel jobb lesz így. Tudok keresztbe menni, nem kell arra lefele kerülnöm mindig, úgyhogy végre ez is megvan. Pongó, minden frankó egyelőre, hál' Istennek, úgyhogy minden jónak tűnik. Na, tehát akkor ez megvan. El kell oda vinni az energiát, és azon gondolkozom, hogy is vagyunk. Ez kell részvezeték. Habár megmondom őszintén, hogy
Egyelőre nem igazán tudom, hogy mi a helyzet, már mindjárt rátérek majd, de vonatnak építem, igen egyébként, de hogy a vonatnak? Hallod, a vonat az még tudod hol van? A vonat az úgy még arra, ott nagyon-nagyon messze a kanyarba se, tehát a vonat az nekem még nagyon messze van. Igazándiból én ma nagyon örülök, ha az acélt ma megcsináljuk, mert el kéne menni ugye az olajat is megnézni, de hát azzal se állok sehogy, hát hihetetlenül sehogy se állok, bénán állok sajnos. Ez is itt meg lesz csinálva most jobban, mert ez se tetszik. Négyméteresekre rakunk ide is. Azt nem, arra nem jöttem rá, hogy lehet húzni a izékat. Tehát hogy lehet egyszer, úgy ahogy a szétszerelésnél is, ugye nyomom a kontrollt és akkor húzza, szétszedi, hogy lehet egyszerre húzni, hogy sokat akarok lerakni. Egy egész csíkot, arra még nem sikerült rájönnöm. Na. MK1. Nem tudom, minek rakok MK1-et, mindenhova lehetne rakni ezért. MK2-t, mert igazándiból sok helyen sokkal jobban járok, hogyha le tudok csatlakozni több irányba. Míg ezt az MK1-et rakom, aztán utána meg szívom fogom, hogy nem tudok lecsatlakozni sok helyen. Bár még nem sok vezetéken van, csinálni kell lassan. Ha lesz GTA, lehet jönni. Dét, ne szaradjunk már ennyire előre. A vonat még Szegeden van, és 8 órát késik, ez biztos. Hát defektet kapott most. Próbálják előkeríteni a vonatkerékpumpáló szakembert. Na, jöttem. Arról. És mentem oda, meg oda. Ígyni. És elvileg be van kötve, amit leszettem. Jó. Na. Az jó. Kevesebb vezeték van nálam, mint ami volt. Hát hogy volt ez akkor bekötve? Most már lesz mivel kötögetni. Na látjátok, még egyelőre be sem tudom indítani ezeket a bányagépeket. Milyen acélgyártásról beszélünk, az lassan eltelt egy jó óra. Nagyon lassú vagyok, gyerekek. Jaj, túl messze van. Öcsém.
alakul. Alakul a dolog. Na, be vannak kötve. Most már csak ide kéne valahogy vezetni. Azt nem tudom, hogy igazándiból... Igazándiból ezt úgy kéne vezetni, hogy így. Ez is de hülyén néz ki. Na, mondjuk még ez is egy kicsit a levegőben lóg, de kevésbé, mint a másik. Csak hogy egy nagyon picit adjunk a gravitációra. GTA-ban mennyi pénzem van? 10 millió. Karakteremnek... Nem, a karakteremnek ez a fixites bögréje van, de jaj, ki kéne cserélni a textúrát. tök mindegy. Na, tehát körülbelül így kéne. Jó, nincs nálam elég a cél, vissza kell menni a célért. Egyébként tényleg nagyon lassú vagyok, tehát hihetetlen. Dolgozok ezerrel, de lassan megy. Dét, nem akarok venni semmi. Tudom, hogy milyen újítások vannak hozzá, de nem igazán akarok. Megmondom őszintén, annyira nem érdekel a GTA. Tehát megnézem, hogy mennyi a betöltés idő, meg ilyesmi, de úgy annyira nem hoz lázba a dolog. Csinálok gyorsan vezetéket. Itt van. Tehát igazán jól megmondom, én kijátszottam már jó párszor, most az, hogy van egy-két új helyszín, minden az... engem a helyszínek, hogy mondjam, GTA-ban engem a helyszínek annyira nem hoztak soha lázba. Tehát volt benne nagy lóvész idékkel, és ott csináltuk meg minden, de igazándiból nekem az izék jöttek be a legjobban, a bizniszek. Tehát a... Kokó biznisz, a fű biznisz, a pénzmosoda, az autólopós, a bunkerben, amik voltak. Tehát nekem azok a dolgok jöttek be. A helyszeket annyira én nem igazán csíptem soha, úgyhogy valahogy nem éltem azokat a dolgokat. Viszont vezeték most már lesz elég. Lehet, hogy sokkal több szemetet kéne magamnál tartani, és akkor többet tudnék építkezni folyamatosan. Na, akkor... Hát ezeket a bokrokat majd itt ki kell vágni, de... Még nem most. Jó, és igazándiból ugye azt a kettőt kéne összehozni, meg azt a kettőt kéne összehozni.
Azt gondolkozok, hogy ez lenne az alsó. Várjunk. Kell egy merger. Jó, ez megvan. Na és akkor... Tehát ez lenne az alsó. Hát ez az. Na jó, mindegy. Ennél annyira nem számít. Jó, alsó szint megvan. Szia Domi! Hát az az igazság, hogy én nagyon-nagyon sok pénzt szedtem az autólopással, leszállítással, tehát nekem azok jól jöttek. Úgyhogy, hát ja. Az mások. Kicsit túlemeltem a dolgokat.
is megvan nagyjából. Na jó, gyakorlatilag szuper. Na. Jó még a GTA, de engem sem tud úgy igazándiból már lekötni, tehát... Na viszont gyerekek, megvan az acélgyárnak az alapja. Jó, nagyjából ez is megvan, még itt egy kicsit feltöltjük. Oké. Okay. Na. Szépen jöhet a vas. Jó, kihozom most már a láncfűrészt, mert... Vagyis hát a láncfűrész nálam van, de kell hozzá üzemanyag. Kivágom ezeket, amik nagyon durván útban vannak, mert hülyén néz így ki az egész. Engem lekötött, tehát megmondom őszintén, hogy én amikor a bizniszeket szépen vettem, és tehát a bizniszeket megvettem, és folyamatosan pörgettem őket, tehát tényleg izgalmas volt elmenni az összes autót ellopni, izgalmas volt a bunkerben megcsinálni mindent, izgalmas volt a kokaint leszállítani, ezeket a füvet, meg mindenféle dolgokat, de igazándiból aztán úgy a helyszínek azok már nem. Tehát a helyszínek azok már nekem nem jöttek be egyáltalán. Hát a RP meg ott van, lehetne másokkal ott RP-zni, de nekem meg az nem jön be. Tehát nekem úgy elég RP volt az, hogy... Na. Csak sikerült kivágni. Ó, hogy megyek innen ki. Ez az. Na, elméletileg ennyi többet most nem kell vágni. Na, szóval igazándiból nekem teljesen tökéletesen annyi RP elég volt, amit ott autólopások közben én ott megéltem. Tehát nekem annál több nem kell. Tehát annyira, mint ahogy RP szervereken szoktak játszani, annyira nem akarok RP-zni. Szevasz Hitman, hello, hello! Nem ér el addig? A francba.
Na, Hitman, Szennynek van hozzád egy szakmai kérdése. A VOD-tal kapcsolatban. Jó, most az a kérdés, hogy ez végig elmegy-e így? Vagy emelni kell? Aha, nem. Jó, akkor... Na, ez így már elmegy. Megint emelni kell rajta. Ellenfelek. Van még, vagy csak ez az egy volt? Jó, csak ez az egy volt. Ja, nem, ott van. Ez mint a filmekben, pont akkor itt az orrom előtt lőttem le. Nem tudott megsebezni, jó van. Na, szóval itt még szerintem kell emelni rajta. Szevasz, te kis madár! Nézzenek oda, hogy húzza magát. Na, szóval itt akarom elhozni, és valahol ott fogjuk bevezetni majd. Azon gondolkozok még, hogy majd hogy egészen pontosan, mert azzal még nem vagyok teljesen tisztában. De majd meglátjuk. Van egy nagyon jó ötletem, majd egyébként a falon fogom bent vinni, bent is. Na, viszont itt robbantani kéne. Robbantani is. Sok itt a susnyás. Eleinte ez még energiának jól jött, de most már nem kell. Jó, egyelőre ideig el van hozva. Aztán ugye meglátjuk, hogy
hogy meddig jutunk azzal. Ez itt útban volt. Szerintem ideig nem ér el. Ja. Hosszú neki. Elfogyott az acél, gyerekek! Ajjajjaj! Na, akkor az új verzióban már csak tier 3-tól lehet. Aha, jó, na, ennyi. Jó, az ott mindegy, az ott most megvan egyébként, nem viszem azt, hogy tovább, mert igazándiból azzal már megvagyunk a nagy részével. Most az lenne a lényeg, hogy mindjárt kipakolok. És ugye hát el kéne azt sem kezdeni a izét megcsinálni, hogy a szenet az új helyről vinni a... a szénerőművekhez. Várjunk már ezt is. Limestone, az kuka nem kell. Az festék, jó. Na, szóval igazándiból ugye, mert a, tehát akkor a szenet azt át kell irányítanom. A széngenerátorokhoz az új helyről kell majd hozni, és a, hogy hívjákhoz pedig majd ugye a régi helyről, az acélgyárhoz. Viszont előtte még meg akarom pakolni a kupongyárat, mert a kupongyárral van egy kis tervem. Kellene nekem az a konzol, amivel a plafonra lehet pakolni a dolgokat, a szalagot, mert akkor azt úgy fogom átvinni az egyik oldalról a másikra majd. Egyébként nézegetem majdnem minden nap én is a votos híreket, mert tényleg szoktam vele foglalkozni, de játszani olyan szinten, tehát... Sőt, igazándiból meg is nézem bizonyos streamereknek a streamjét, hogy éppen mit lövöldöznek, meg mit csinálnak, de sokszor sajnos... nem igazán... érzem azt, hogy nekem lenne azzal kedvem játszani, pontosan emiatt, mert egyszerűen annyira idegesítő, és föl tudja cseszni az embert, hogy hihetetlen, tehát. Tehát kb. No comment.
Azt mondod, az 50 eurós kontrollert nincs kedved a... Várjunk, ebből fúra akartam az összeset elhozni. 50 eurós kontrollert nincs kedved a földhöz csapni. Megértem. Na, ennek egy részét berakjuk a kupongyárba. A maradékot elrakjuk tarcsiba, és akkor... Hát... A túloldalon ugyancsak át kell építkeznem, tehát én szeretném, hogyha az összes platform az egy szintben lenne mindennel. Tehát az összes épületünk, mert így akkor meg lehet azt csinálni, hogy bármihez hozzá fogunk tudni úgy csatlakoztatni, hogy egy szintben vannak értelemszerűen. Tehát ezért csinálom ezt, amit csinálok. Hogy ugye innen viszem el a platformokat a többi helyre, mert azt szeretném, hogyha össze lehetne őket csatlakoztatni. Jó. Kell még beton is, mert szerintem az ott fönt tele van. Neket építeni is kell. Hogy állunk kuponnal? Van 3. És ami nekem kell, az ez, az csak 2. Nagyon jó. Ezt meg is veszem. New Buildings, az organizáció, logistics, itt van, na. Jó, és akkor ezzel föl tudom rakni a falra, ami rohadt jól fog mutatni, meg rohadt hasznos is lesz. Na, egy kupon. Nagyon jó, és akkor ugye mondtam, hogy a Minecraft-tal holnap kapcsolatban nem a hardcore lesz holnap, hanem... Hát igazándiból 5 órakor fog kezdődni holnap a stream, és meghívtak egy újonnan induló magyar szerverre, egy Minecraft szerverre. Fölmentem már, körülnéztem, egészen frankó lesz, úgyhogy holnap 5-től 9-ig ott lesz a live. Egy ilyen, hát szerverindító, kicsit bemutató jelleggel holnap ott leszek, és Minecraftozni fogok azon az új szerveren, új magyar szerveren. És hát bárki, aki akar, mert már volt kérdés, hogy akarnak, ugye páran szeretnének a nézők közül velem játszani, ott például most lehet majd, mert azon a szerveren is fönt leszek, és akkor lehet jönni játszani ott. Egy egész nagy szerverről van szó, többféle dolog lesz rajta, úgyhogy érdekesnek ígérkezik a dolog. Hát, talán ennyi stack elég lesz az, hogy elépítkezzek odáig. A T-78 az egészen jó kis tank. Jajaja. Megmondom őszinte, hogy mindegyik tírben vannak ilyen... ilyen topászok. Tehát megvannak a mindegyik tírnek az olyan tankja, amire mindenki azt mondja, atya úristen, és akkor azzal rommá lehet lőni mindenki, de is tényleg megvan. Szóval annyira láthatók egy-egy meccsen, hogy melyikkel játszanak szívesen az emberek, mert azzal el tudnak érni eredményeket. Tehát vagy jó a DPM-je, vagy jó a páncélja, vagy pontos, vagy akármicsoda, és azt használják az emberek. Na, Spider Corza van Skyblock is rajta nekik, tehát igazándiból van sima túlélő, van Skyblockos túlélő, meg egyéb dolgok is, és még fejlesztenek, meg fejleszteni is fognak rajta, úgyhogy de holnap én kirakom Facebookra róla az infót, és akkor mindenki fölmehet, megnézheti, meg egyéb dolgok, úgyhogy előre nem lövök le semmilyen point, de igazándiból majd meglátjátok, hogyha kirakom Facebookra, meg hát holnap, hogyha indul a... Holnap 5-kor fog indulni a szerver egyébként, úgyhogy... Szóval most azt sem tudom, hogy merre vagyok arccal, mert... Ja, atya úristen, oda messzire kéne elépítkezni. Paszki! Onnan kéne a szenet idehozni. Jó, nincs sokkal messzebb, mint a másik, csak... Csak itt nagyon durván a levegőbe fog minden lógni.
És azon gondolkozom, hogy menjünk át így keresztbe, de nem tudok keresztbe menni, mert nem keresztbe van ez a hülyeség, atya-gatya. Ráadásul itt a trutyi miatt nem is lehet nagyon addig építkezem, addig akarok. Na jó, nem fogom a talajt követni, mert nincs értelme, tehát elmegyünk keresztbe, amennyire lehetséges. De legalább jó a magasság. Csak az építész nem jó, mert mellé rakja a blokkokat. Na, innen kéne lassan átépítkezni oda, de még nem jó, ahogy nézem, mert arra nézek, az nem elég. Ezek vághatók. Vágható, csak nincs nafta. Innen már jó lesz szerintem. Hát így lesz, nem baj. Lehetne ezt egyébként szebben is, mert ha raknék ezt a frémet oda alája, akkor olyan, mintha ugye állványon állna. Meg lehet, hogy majd egyszer megcsinálom. De most a funkciója kell nekem, nem a szépsége. Aha, és akkor lassan innen már el kéne kezdeni fölfele. Azok a lézerizék ott micsodák egyébként? Valami lézer... Mi ez a lézer? Az csak bugos vagy? Vagy valami ott tükröződik? Ha, érdekes. Na, el kéne kezdeni fölfele menni, de igazándiból föntről kéne lefele, csak az ugye nem megoldható, öcsém. Na honnan? Kb. Innen? Hogy menjünk naggyal? Nem szeretem a nagyot, mert hát nézzétek meg mekkorát emelkedik. Egy atya úristen. A dőlésszöge van, hogy hú. Az egyik haverom játszott az én volt akkor van kipróbáltam, és azt vettem észre, hogy nekem sokkal, micsoda, nekem sokkal rosszabb játékosokat dob a csapattársnak, mint neki. Hát nézd, igazándiból a World of Tanks az nagyon durván RNG-re van építve. Lehet statisztikázni, de igazándiból az, hogy sokkal rosszabb csapattársakat dobott be neki, az mondjuk egy 100, 500 vagy 1000 meccs után lehetne. Tehát az, hogy játszik 10 meccset, az semmit nem jelent, mert 10 meccsnél, de még alig-alig 100 meccsnél is akkora. Tehát nekem mondom, volt olyan, hogy az utolsó 100 meccsem az Lila VN8 volt, tehát az értékelése az majdnem ilyen 9-10 ezeres volt. Atya úristen, milyen jó játékos vagyok, kilőttem mindenkit, mindig telibe találtam, kilőttem 5-6-ot, folyamatosan csak nyertem.
És akkor letelt a pár nap, és utána meg, utána meg ilyen 2000-es értékelésem se volt. Elfelejtettem játszani, csak mellélődtem, csak vesztettem, tehát... Nem lehet egyszerűen kijelenteni semmit, hogy most ez így van, vagy úgy van, mert egyszerűen annyira random szar az egész, hogy hihetetlen, tehát... Tehát lehet, hogy a haverod, aki játszott az accountoddal, az éppen most úgy kapta, de utána lehet, hogy te kapod úgy, de lehet, hogy soha többet, tehát... Na, még egy szerintem, vagy sok lesz. De így azokat szétszedem, mert az nem kell már. Az a plusz feljáróda. Na, szerintetek egy még kell. Ez már jó. És csak az a kérdés, hogy rámegye. Rá. Na, gyerekek, innen, de egyébként ezt imádom ebben a játékban, hogy innen is le tudunk oda nézni, és annyira jól néz ki minden, látni rendesen, ugye, hogy ott vannak a generátorok, stb. Teljesen professzi, hogy hívják is látszik, ott van ugye a gyár, de annyira jól látszik minden, hogy hihetetlen. Viszont ide is kell a láncfűrész, meg rohadt sok... Hát, igazándiból én izére fogom rakni szerintem erre a fajta szalagtartóra, mert jó az, hogyha el tudunk alatta majd mászkálni. Itt egy kicsit ködös. Itt nagyon ködös. Azok a felkelő napsugarai, vagy... Hé, mi ez? Ilyen lilásra még nem is emlékszem, hogy... Ez meg itt zöld takony, nagyon jó. És most van előnye annak, hogy egy nagy platformra próbálom építeni a dolgokat, mert innen simán átjövünk ide és kész. Az ott egy green, nem, azt hittem, hogy egy zöld slug, de nem. Jó, na, ez megvan. Jó, akkor hozunk mindenféle szalagot, láncfűrész alapanyagot. Vagyis igazándiból lehet, hogy hülyeséget mondtam, mert ez meg az a platform, meg az a messzi platform szerintem nincs összekötve. Tehát ezek a generátorok meg ezek külön vannak, tehát ez mondjuk igen, sajnos ez... Ezt... Vagy elhoztam? Elhoztam minden oda? Már nem emlékszem erre. Lehet, hogy elhoztam, a fene se tudja. Nem baj. Na mindegy, vinnem kell oda áramot is majd, meg ugye egy bányagépet is. Au. Az a helyzet Spider-Corps, hogy ugye én úgy tudom, hogy ez Unreal 4 engine-es játék, tehát innentől kezdve nagyon frankó néz ki, tehát nincs miről beszélni, mert annyira jó ugye az egész, tehát tényleg
Az Unreal 4 azért az oda csap. Na, akkor hát figyeljünk mindent is, nem először. Először nézzük meg, hogy mi kell a bányagéphez. Kell, megint ilyen a francba. Csinálom kell dolgokat. Na. Magamhoz veszek mindent, és akkor talán elég lesz. Jó. Először kell kettő kis bányagép. Így. Még régebben, körülbelül egy jó évvel ezelőtt már, vagy másfél, vagy két évvel ezelőtt, amikor tesóm játszott vele, már ajánlotta nekem, de én akkor még azt mondtam, hogy valahogy nem. Tehát igazándiból egy-két játékra mindig, ha ráállok, akkor én azokkal szoktam nagyon sokat játszani. Mennyi kell? 10. És valahogy ez ugye kimaradt, de ezt már mondtam, hogy én nem bánom, mert most sokkal kevésbé akad, sokkal több minden van benne. Tehát igazándiból jobban is jártam, hogy most kezdtem el vele játszani. Jó, azért egyébként most már nekem is kezd annyi mindenem lenni, hogy azért most elég sok minden van, tehát néha-néha meg... nem az, hogy hát megakad egy pillanatra, tehát belassul egy-egy pillanatra, úgyhogy... azért az valóban igaz. És akkor innen leválasztjuk erről az oldalról, és akkor majd a másik oldalra meg bekötjük. Remek. Egy őrült fut láncfűrésszel a kezében a hídon. Olyan vagyok, mint a Sirius szemben azok a láncfűrészes fejetlen csávók. Ezeket kivágjuk itt, mert ezek zavarnak. És jött ott fönt a tetején is van egy, azt hiszem, ami útban van. Úgyhogy az is ki lesz vágva. Na, másfél óra eltelt a streamből, és most kezdem még csak ezt a részt, úgyhogy bele kéne húzni. Oké. Okay. Jött egy... hoppá. Jött egy korty kávé, és akkor mehet a buli. Először az elektromos hálózatot csináljuk meg. Szia Tibi, hello, hello! Messze van. Megmondom őszintén, hogy ez itt nem HC Minecraft, úgyhogy belefér a... hát nem az, hogy kapkodok, csak csinálgatom gyorsan azért.
Na, hát Tibi, nem tudom, hálózat vagy net szolgáltató, mindig van valami. Technikai gondok előfordulnak. Na, rajta van a hálózaton, tehát az a bányagép most már kap energiát, nagyon jó. Jött a szalagrendszer. Jó sokat kell futni. Egyébként nem tudom, ez még szerintem az a távolság, ami bőven belefér a szalagnak. Tehát igazándiból szerintem a 1000 méter felettieknél már viszont a vonatot mindenképpen érdemes majd használni, ha egyszer eljutunk odáig. Na, ezt viszont a szélén fogom vinni, mégpedig így. Ez ugye pure. Ez 240-et ad, ez szerintem bőven elég lesz, 120-120 lesz nekik fejenként, úgyhogy még sok is. Egy, kettő, három, négy, ötöt bír el, tehát ötönként rakhatjuk. Most ezeket meg kéne tanulnom. Kettő, három, négy, öt. Fáradtan csak nyált termelve tekintem a streamet. Ez jó. Ez jó. Rossz oldalról próbáltam levenni. Jön a szén, de mint állat. Oké. Yeah.
Na, ezt gyorsan lerohantam, meg kiszámoltam ötösével, elvileg, remélem nem rontottam el. Most nem kétszer mérj, egyszer vág volt, hanem egyszer szaladj. Igazándiból legalább azt meg szeretném csinálni, hogy acél ott készüljön. Tehát a mai nap az készen legyen, mert az marha jó lenne. De egyelőre még nem tartok még ott se, sajnos. Na, és akkor nekem föl kell vinnem ilyen magasra, ami, ugye, mert azt hiszem négy magas, ugye? Ja, négy. Oké, az belemegy. Jó. És tudjátok mi a baj? Hogy ez a másik oldalról van kötve, és azok fordítva van az összes. Tehát az onnan jön, az egy splitter, onnan jön és onnan osztja, és innen hiába kötöm, az nem lesz jó. Tehát azt szét kell szednem az összeset. Bár mondjuk elvileg még most a jó, mert most még meg tudom csinálni. Mellé raktam. Na most elvileg. Ha itt megjelenik a szén, akkor jó.
Aha, jó. Ajaj, szia Zsolt, hello, hello. Na, meg lehet oldani, csak egy kicsit necces a dolog, de megoldható. Már viszi is bele. Oké. Hát ezt most itt is, meg a túloldalon is sajnos meg kell csinálnom, úgyhogy ez ilyen. De legalább meg lehet csinálni, ez a lényeg. Mert lehetne úgy is, hogy nem lenne cserélhető, meg javítható, akkor sokkal nagyobbat szívnék. És így nem is áll le az energiatermelés, mert ugye folyamatosan megy a többi. Ja, és egyébként visszatérve a GTA-ra, nekem a GTA-ban azt tetszett nagyon, hogy mindig a többiekkel tudtam, tehát vagy a tesómmal, vagy Spider Korzáékkal, vagy Szidékkel, vagy Tibiékkel, tehát Petykáékkal, ugye mindig volt valaki, akivel lehetett ilyen hárman, négyen menni, és akkor autót lopni, küldiket csinálni, stb. Ez a helyzet, ez viszont nekem annyira nem, tehát ez nem annyira társas elfoglaltságnak tűnik nekem, és nem jön be sajnos. Viszont az összes többi dolog meg ilyen jó volt. Tehát tényleg megérte többen játszani vele. Nagy Norbertnek köszönöm szépen a 11 fős rédet. Köszi szépen Norbi, sziasztok, hello, hello. Na, szétszedjük a kövit. És már csak három van. Így van, gyönyörűen ez is be van kötve. Jöhet a következő. És akkor le is választjuk ezt az oldalt, tehát ide már a túloldalra ugye nem fog jönni. Szén. Oké, ez is feltöltve, és ez az utolsó. Szia Prikesz! Szia Norbi! Nem tudom, nekem akkor sem tetszenek ezek a helyszek, tehát... túl... nem tudom, fura. Na,
megvan az utolsó is, gyerekek, és akkor az összes ezen az oldalon lévő már be van kötve az új hálózatra, onnan kapja a szenet. Jó, mehetünk a túloldalra. Még azt is meg kell csinálni, és akkor innentől kezdve ez az oldal teljesen tehermentesítve lesz, már az új oldalon fog jönnie. A jó sok szén. Azt nézem, hogy ezt itt még előtte lejjebb hozom. Így is van. Elfogyott a vasrúd. Vissza kell mennem alapanyagért. Nem gondoltam, hogy elfogy. Hoztam rendesen mindenből. Na mindegy, egyik oldal megvan. Megcsináljuk a másik oldalt is. Utána visszabontjuk ezt az egészet. Odáig az elosztóig. Azt az egészet szétbontjuk ott, hogy már ne gyártsa a acélt. Visszabontjuk a hát nem a bányagépig, de elég sokáig visszabontjuk a futószalagot, és akkor a gyárnak az első részére be kell vezetnünk a futószalagot, mert ugye a szenet arra az oldalról fogja megkapni a gyáregység. Tök közel van hozzá egyébként, tehát nem kell túl messzire elvinni a... Nem kell túl messzire elvinnem a szenet, hál' Istennek. Na, vasrúd. De mást kirakok. Jézusom, mennyi szén van nálam. Az is kuka. Viszont vasrúdért be kell mennem, mert ez szerintem kevés, ami nálam van. Úgyhogy szedünk ki a raktárból, és akkor legalább az is termelhet újra egy keveset. Milyen jó szellős a gyár, nem fog beposhadni, mert két akkora ajtó van mindkét oldalon, hogy simán. Simán átszellőzik. Tudjátok, ez a tipikus ilyen aki már volt ilyen gyárban, ahol esztergapadok vannak, meg ilyen fém és olajszag van, tehát ilyen gépolaj, ugye. Tipikusan ez a olyan gyár. Egyébként azt is meg lehet, hogy ezeket kivesszük innen, és oda korlátokat rakunk, vagy valami átjárókat, tehát nem kell ide ez az üveg. Majd lehet, hogy megnézem, mert van még egyébként ugye a kuponból, amit ki lehet venni dolgokat, például ilyen rámpákat. Azok mondjuk nem lennének rossz díszítő elemek. Még ugye nincs meg az összes díszítő cucc. Na, mindjárt visszaérek, aztán építünk és bontunk. Ja, és hogy most ilyen sokan vagyunk, srácok, elmondom, akik most jöttek a raiddel, nekik is, hogy holnap nem HC Minecraft lesz, hanem egy magyar újonnan induló Minecraft szerverre meghívtak a nyitásra. Úgyhogy aki esetleg szeretne jönni, majd jöhet. Kiírom majd a Facebookra, meg mindenhova, a összes ilyen szociális helyre a elérhetőségét a szervernek. Holnap 5 órától fog indulni. Lehet jönni tört Minecraft-tal, lehet jönni eredeti Minecraft-tal is. 1.14-től fölfele, a legújabbig 1.16.5-ig azt hiszem. Úgyhogy teljes egészében. És akkor azt nézem, hogy itt kell egy olyat, hogy ez itt fáj, marha jó. És elkanyarodni.
Jó. Ez is jó, tehát a szén az nagyon frankon. Itt ugye nem kell elosztó, mert ez csak direktbe fog oda bemenni majd. Hát Prityesz, az a helyzet, hogy én ami információt kaptam, több mint egy éve csinálják ezt a hát ez nem is ugye egy szerver, mert ez elvileg egy szerverpark, vagy nem tudom. Tehát állítólag az egész dolog mindenhol, tehát van ugye a over, tehát van survival benne, van skyblock, van ilyen PvP-s része, meg csomó minden hely, és 500 fős a teljes kapacitása a szervernek, és elméletileg 250 fős lobbija van, és azt hiszem a izékban meg fejenként 100-100-at bír el, ha minden igaz, vagy hogy van? Tehát a survival, meg a skyblock is. Tehát, de mondom, holnap ez majd kiderül, mert igazándiból holnap fog nyitni, úgyhogy még azért odébb van egy kicsit. Holnap délután 5-kor nyit, és én is akkor kezdem majd a streamet. Úgyhogy aki szeretne jönni, az majd megnézheti, kipróbálhatja. Na itt egy... ki lesz rakva Facebookra, Discordra, YouTube-ra, mindenhova. Na, kell ide is egy splitter, és... azt hiszem így. Na, és akkor elméletileg ott belemegy a szén, igen. És ide lejön, és lejön, és tele van zsír. Jó, ezt kell megismételni még 7-szer. Van. Egyébként onnan látjuk, hogy jó, tehát jó a bekötés, ugye a szén megjelenik és egyből megy lefele, tehát amit a generátor el éget, azt egyből újra tölti, pótolja. Kicsit mondjuk lassan égeti, hál' Istennek, tehát nem olyan gyorsan, ott van ment megint. Én is kíváncsi vagyok rá, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, mert én már voltam fönt, megnéztem ugye értelemszerűen, tehát a... ami már működik és ami készen van, ugye megnéztem, hogy hogy néz ki, meg stb. A pingem is marha jó volt, úgyhogy nagyon jól néznek ki a előre megépített hubok, ugye, meg egyéb dolgok, úgyhogy tetszetős. De szokták volt mondani, hogy a puding próbálja az evés, úgyhogy meglátjuk majd, hogy sikerül a start. Meg ugye élesben, hogy működik az egész dolog. Karon egy buli horda, karon egy korzó, karon egy szájder. Így van, Pongo, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Igen, egy buli hordó, egy korsó sör, meg egy szájder, így van. Ennyi. Na, ez is megvan, még van 3. És nagyon remélem egyébként, hogy ez kitart már addig, amíg olajból fogunk tudni majd energiát előállítani, mert ugye az olajjal lehet újfajta erőműveket meghajtani, de hát majd meglátjuk, hogy működik. Egyelőre maradunk a szénnél. Kicsit, hát nem túl környezetbarát, de ez van.
Ez nagyon durva mellé ment. Valamit hülyén mutatott itt nekem a dolog. Igen, most jó. Valamiért nem volt jó az előbb. Itt az idő felbontani egy sört, így van. Jaj, Szergej, itt vagy? Itt vagy a cseten? Jelezd, ha tegyél egy pluszt a csetre. Itt vagy? Na várjál, mutatok valamit. Valamelyik nap találtam. Lehet, hogy ismered is, tessék, ott van. Egy YouTube videó. Igazándiból Boris lehet, hogy sokan ismerik a YouTube-ról, Life of Boris. Ez is hasonló, csak ez magyar. De nézd meg, neked tuti be fog jönni a dolog. Egyébként olyan ez a játék, ez a Satisfactory, mintha valami gyárnak, vagy valamilyen cégnek a gyárjában ilyen fejlesztők és ízék lennénk, karbantartók. Folyamatosan fejlesztjük, szedjük szét, meg rakjuk össze a dolgokat. Ja, ismered? Ja, a mayonnaise. Jaja. Boris az jó, jó tolja. Hát ez is ilyen hasonló egyébként. Hát ebbe is van minden, úgyhogy. Ja, és... ha megnézitek a komment szekciót, Boris is írt alá kommentet, úgyhogy... úgyhogy Boris is látta a videót, és azt mondta, hogy... fasza. Opa, opa, opa. A hard bass gyerekek az alap. Úgyhogy... azt hittem megint rossz helyre raktam. Na, itt az utolsó. Végre. Így van, zsír. Jó, kezdtem egyébként egy kicsit unni, de végre meg van csinálva. Bontatunk vissza mindent is. Viszont ide kéne már valami feljáró, mert ez katasztrófa, hogy állandóan így kell fölrohangálnom. Hát... tudjátok mi a vicc, hogy nem lett sokkal jobb.
Na jó, azért föl lehet rajta jönni, úgyhogy nem olyan rossz ez. Jó, na, tehát megvan oldva a szénutánpótlás a másik bányából, tehát az előző bányánk az teljes egészében föl lett szabadítva. És nézzük meg, hogy hogy állunk az energiával, ugyanaz a 1,2 gigawatt, így van, nagyon jó. Jó, mehetünk visszaszedni, szétszedni a szalagot. Jó, ezt egyelőre még nem. Na, akkor... Az a helyzet, hogy a stream vége fele el akarok menni megnézni azt az olajat, hogy hol van helyileg, mert hát, tudni kéne, hogy hol lesz majd az olaj, amit ugye nagyjából a következő adásban el kéne kezdeni kiszedegetni valahogy. Jó kis hardbass! Na, örülök, hogyha valaki tudja értékelni. Ennyi. Na, ez kuka. Ezek szokásos dolgok, amik mennek vissza a helyükre. Ez ide jön. Ez pedig beton. Jó. No! Mit is akartam? Hogy állunk a kupon témával? Van egy kupon. 100 000 a kövi. Egy kupon van csak. Kocsiban kell egyébként, igen, max mély ládával hangerőn. Egyébként szeretem ezeket a hardbass zenéket, jó olyan kis fun cucc, úgyhogy Borisnak is van egy pár jó száma. Azt is lehet hallgatni. Na. Oké. Ez megy kuponban. Na, egyébként most már elég sok helyen bányázgatunk. Oké, első... először is meg kéne csinálni azt, hogy a vasércet bevezetjük. És megcsináljuk normálisan. Így. Kicsit megsápoljuk, nem az egészet rakjuk be. Cider sound, ennyi. Oké. Na, kell nekem. Hát igazándiból magamhoz veszek mindent, aztán meglátjuk. Kell ugye, hát nem ennyi futószalag. Jó, így. Bekötőkábel. Szerintem mindegy, legyen motor is, hát ha kell valamire. Jó. Igazándiból ugye jelenleg azon az oldalon fogom tudni bevinni az anyagot. És azon gondolkozom, hogy... Tehát oda mindenképpen kell valamilyen nyílás. Mint itt. Akár egy hármas. Szerintem rakjunk hármast, mert akkor az úgy jobb. Hogy is néz ki a dolog? Ugye ez a... Ez. Elméletileg így. Jó. Hát ugye innen fog majd bejönni, onnan lentről látszódik is egyébként. Oké. És ugye nekem ezt úgy kellene megoldani, hogy ezt át kéne vinni a túloldalra,
Tehát én akarok egy olyan megoldást, hogy a falra kéne rakni ezt. De mivel még nem használtam, a lövésem sincs, hogy hogy megy. Vagy hogy működik. Meg milyen magasan vigyük, gondolom a alapmagasságba kéne. Nem tudom, kb. Így. Tehát ugye a cél az az lesz, hogy arról az oldalról áthozzuk ide az anyagot, értelemszerűen. Lesz-e túlóra? Nem tudom még egyelőre, nem vagyok benne biztos. 2600 watt az igen, azt a mindenit. Azt a... az szép. Régen nekem is nagy zene volt az autóban, de azért nem ekkora. Na viszont ezt úgy kéne megoldani, ugye, hogyha behozom ide, akkor itt egy elosztót mindenképpen valahol le kell raknom. És majd úgy azért, hogy elférjünk, tehát mint az előzőnél is, hogy legyen hely. Szóval még ez nem végleges, úgyhogy egyelőre lent... Egyelőre lentről kéne megoldani a behozatalt. Na, most mehetek körbe legalább. Jó. Na, én arra gondoltam, hogy... hogy lentről én azt fölvinném. Tehát, hogy van ez a... Tehát valahogy így. Nem pont fordítva, tehát lentről kéne fölfele vinni. Ugye a villanyt is föl kell majd vinni egy ilyen följebb. Na ezt hogy hozzuk innen le? Azon gondolkozom, hogy... Szerintem a dőlésszög már nem jó, mert ez itt bele fog lógni. Na jó, ezeket föl kell robbantanom. Hozunk robbanóanyagot. Szia Szilágyi, hello! Hát én a jelenlegi autómban nem raktam. A régi autómban nagy zene volt.
de a jelenlegiben nem raktam. Hol a detonátor? Megvan. Mondjuk a előző autómból kiszedtem a zenét, és külön adtam el a zenét, úgyhogy ott külön adtam az autót, meg a zenét is egybe. Vagy hát külön, mert elég nagy muzsika volt benne, úgyhogy rendesen ugye a fejegység külön erősítő a mélyládának, külön mélyláda, hangszórók, hangváltó, mindent, tehát ami létezett, aztán igazándiból így el lett adva külön, mert nem is tudom, elég sok ér vitték el, úgyhogy nem gagyi volt. Na, robbantsunk. Boom. Egybe fölrobbantotta. Professzionális. Teljesen jó. Na. Most már csak az a kérdés, hogy lehozzam-e, vagy izéval oldjam meg. Liftes megoldással, de liftes megoldáson vagyok, csak az a baj, nem tudom, hogy. Mert ugye kettőnk van. Szétszedni meg nem akarom. Ja, megnézzük, hogy szuperál ez a megoldás. Ugyanleg egyszerűbb, ha ránézem, rápróbálom, hogy néz ez ki. Kétszáz IQ. Na, és akkor innen fog oda átmenni majd. És onnan megy föl. Elég patentul néz ki, nem? Egyelőre. Na ide például létrát lehetne rakni, hogy föl tudjak mászni.
Na nézzük, hogy néz ki, ahogy ide lejön. Azaz, nagyon szép. Igen, ez a liftes megoldás teljesen elegáns egyébként. Teljesen frankó. Na és akkor most csak azt kéne megoldanom, hogy innen oda elmenjen. Hát igen, most látnám, hogy az hol van helyileg fönt. De szerintem úgy van jó. Föl kell másznom megnézni, mi a helyzet. Kéne majd egy lift, vagy valami. Ó, teljesen jó lesz. Zsír! Na, följön és akkor egyből oda megy, ahova kell. Jó. Na, ez így volt kitervelve. Csak ugye hát most az a gond, hogy a lenti rész az sajnos olyan szempontból nem használható. Tehát az ott már, ugye oda már nem lehet bekötni. De hát mindegy. Gyerekek, megérkezik fentre a vas, ami oda lett megrendelve. Nem tudok felugrani. Ó, ez nagyon jó. Ez az, amit szeretek ebben a játékben, az olyan, mint amikor a Hannibal mondta mindig, hogy imádom, ha egy terv összejön, vagy sikerül. Na, várjunk csak. Oké, tehát akkor ez megoldva. Most már ugye igazándiból akkor meg lesz oda a vas, és már csak a izék kellenek. A öntödék, hogy ugye acél lehessen belőle, meg hát ugye a szenet fel kéne hoznom, mert a szenet azt... Hát most két megoldás van. Vagy a szenet alul elhozom, és megkönnyítve a dolgomat, ezen a falon fogom elhozni. De igazándiból ott elhozhatom, ott fönt a falon. Ott szerintem nem lesz útban senkinek. A gépek azok körülbelül ugye innen vannak. Várjunk. Az ott 60, 120, tehát 120 érc jön ide, de egyébként föl lehet húzni, ha minden igaz, 180-ra. Tehát 180 érc jön ide, és a Foundry az úgy működik, hogy 45-öt tud. Tehát ha maxon fogjuk járatni, az akkor 4 darab kell ahhoz, hogy feldolgozza.
azt a mennyiséget, ami nekünk kell. Jó. Azt nézem, hol érdemes rakni. Kicsit nagyobb helyet foglal, mint egy építő kocka. Szerintem ez így talán... Vagy várjunk? Hát igazán, mivel innen... És azt nem tudom, hogy... És azt nem tudom, hogy honnan érdemes megtáplálni. Mert ugye akkor innen kell megtáplálni. De lehet, hogy innen jobb lenne. Viszont akkor ugye minden anyag erre jön ki, tehát erre jön ki az acél, és akkor innen lehet a többi gyártást csinálni belőle. Kell még kocka. Mondjuk ez így már jó, mert most már a fandrik azok legalább le lesznek rakva, most már csak oda kell bevezetnem az anyagot. És milyen jó, hogy itt lent meg minden közben gyártódik, nem kell vele foglalkoznunk. Na, a túloldalra ugyanúgy lerakjuk a 4 foundryt. Hát egyébként nem jó. Nem jó, mert nem fér el az adagolás. Tehát úgy kell lerakni, vagy a közepére. Mert ugye innen akkor nem tudjuk beadagolni neki a két alapanyagot. Ez egyébként még most... Inkább most az elején jöjjön ki, ugye, mint a későbbiekben szívjuk meg vele. Na, és igazándiból 8 fogja nekünk gyártani az acélt, tehát szerintem egészen jó mennyiségben lesz acélunk. Mondhatnám, hogy acélos mennyiségben lesz acélunk. Elég acélos lesz az acélgyártásunk.
És ez az, amit sose vágok, hogy mennyire pontosan tudom lerakni. De ahogy nézem, jó sikerült, mert ez a lelépő, kilépő, támasztó, akármicsoda, vaskeret, az éppen rajta van a csíkon a földön. Ja. Csak egy acélos elhatározás, így van. Figyelj, igazándiból... micsoda, play duration 7 óra? Miről beszél ez? Igazándiból 20... Nem, 31 és fél óra van benne. Tehát igazándiból szerintem annyira rosszul azért nem állok. Szerintem. Na, elektromosság. Oké, az az oldal bekötve, bekötjük a másikat, és akkor alulról fölhozzuk föntre, és akkor már áram is lesz. Tökéletes. Most már csak ki kell menni és kint kötni. Meg is van. Na, jött a másik oldal. És igazándiból ugye lassan a vas, tehát a vasérc az megvan, az föl van az emeletre. Most már csak a, hogy hívják, ott kell megcsinálni, a szelet a túloldalról. Jó, ez is megvan. Szerintetek egyébként milyen magasra lehetne felvinni ezt a gyárépületet? Tehát most már ugye van rajta három emelet, ahol gyártás folyik. Igazándiból nem tudom, mit akarok még ebbe a gyárba betuszkolni, mert ugye már egyre kevesebb hely van, ahol be tudunk csatlakozni majd. Tehát lehet, hogy ez ennyi, ez kap egy tetőt, de meglátjuk. Na, viszont a túloldalt szerintem szét lehet szedni, mert egyébként is le kell csatlakoznom ott a bányagépről, ami a szenet hozza. Tehát én szerintem ott az egészet szétszedem, és akkor gyakorlatilag az ott ennyi volt. Egyelőre nem tudom, mi lesz vele, az a vas lelőhely lehet, hogy ki kéne használnom, de egyelőre szerintem üresen marad, mert nem fog kelleni.
Emelhet, hát figyelj, igazándiból még vagy 8-10 emelet is rámehet, mert akkor sem lesz túl magas ahhoz képest, de hát nem tudom. Na, tehát ezt ott el fogjuk vágni, sőt igazándiból lehet, hogy az áramot is innen kéne vezetni. Na mindegy, az egyelőre meghagyom, az maradhat. Na, sőt nem is, onnan. Onnan megyünk, mert egy olyan rendszert akarok, ami normálisan működik. Tehát nem egy csúnya rendszert akarok itt, ami följön majd. Tehát ide fogom fölvezetni. Azon gondolkozom, hogy de jó lesz úgy. Tehát itt fog valahol megoszlani majd a dolog, és ide fogom fölvezetni. Van itt egy kis mindenféle susnyás, de az belefér. Na, és ez egy oldalra fog bemenni, és kell egy elosztó majd. Tudjátok, mi a baj? Az a baj, hogy ezen az oldalon nincsen feljáró. Tehát át kell mennem körbe a másik oldalra. Egyébként annyira jó ez az egész, hogy egyre nagyobb a gyár, egyre több mindent szedünk, egyre több mindent gyártunk, hogy ugyanúgy, mint faktórióban, amikor már szépen állnak össze a dolgok, rohadt jó. Na, ide kell egy ilyen. Azért rakok ilyet, hogy bárhol be tudjunk jönni, de szerintem értelemszerűen úgy fogunk bejönni, hogy bejövünk, és akkor ide rakunk egy osztót. Középre, így. És akkor erre elviszem, meg oda át a túloldalra. Innen mondjuk tök jó lenne lemenni, de nem úgy van kialakítva a gyár. Mondjuk ezt egy picit sajnálom, de mindegy. Majd még tudunk kuponból állokkolgatni létrákat, meg ilyesmit, lehet, hogy majd rakunk valahova. Tehát igazándiból, amit az előbb mondtam, hogy ez nem akkora... Tehát ez az épület nem rossz még, de rosszul volt megtervezve. Tehát először nem tudtam, hogy lehet építkezni. Most már például egy épületet, ha csinálnék, úgy csinálnám, hogy lenne külső híja, vagyis egy olyan külső réteg, ahova például külön be lehet vezetni a dolgokat. Csöveket, energiát, szállító szalagokat. Ennek ugye nincsen, tehát a fal van, aztán kész. Ez azért nem a legtökéletesebb gyár, nincsen szervizjárat sehol, magyarul. Kb. Mondjuk így. Na, ezt itt elvágjuk.
Na, nézzük így. Talán látok is. Jó, hogy lett. Na, vajon fölmegy, ahova nekünk kell? A Deathclock az jó. Mondjuk a Batmetalból ismerős az ugye. Szia Milán, hello, hello. Na, srácok, elmondom még egyszer esetleg, aki nem hallotta, holnap 5-kor kezdődik a Minecraft, és nem hardcore lesz, hanem egy magyar szervert fogok bemutatni, meghívtak, hogy nyitásra menjek oda, holnap 5 órakor, és azt a szervert fogom megnézni, bemutatni, aki akar, jöhet velünk játszani majd oda. Na. Ahogy nézem, jön a szén, úgyhogy teljesen patent zsír. Oké, és akkor ezt át kell vinnem ide meg oda. Azt nem tudom, hogyha ezt ide rakom a falra, ezt tuti nem éri el, tehát... Esélytelen. Ez viszont már korrekt. Teljesen jó, oké. Viszont gyerekek, ezt itt hagyjuk most abba, mert el akarok menni megkeresni az olajat. Tehát most ezt már nem fogom bekötni, ezt majd legközelebb bekötjük, az már nincs sok hátra. Úgyhogy azzal nem lesz gond. Meg akarom keresni. Egyébként nagyon szépen haladt a dolog. Igaz, hogy az acélgyár nem lett kész, mert sok volt a előkészülő meló, de... Szia, Dét Jóit! Na, tehát ide bement az acél. Ez kuka. Ez is, ez ide. Oké. Robbanószert berakom ide, mert nem hurcolászom magammal. Betont viszünk. Mert lehet, hogy sok helyen kell építkezni. Na, valamelyre arra volt. Valamelyre arra volt a... az olaj, menjünk. Arra még nem jártam egyébként. A System of a Down az nagyon jó. Az egyik legjobb. Szia Doxi, hello hello. Hát nem tudom, hogy a Twitch mennyire... Na, 2000 méterre van az olaj. A másik irányba nem fogok elmenni, úgyhogy erre fogunk elmenni. De lehet, hogy nem fogok tudni fölmászni sehova, mert... Jézusom, olyan magasra kéne fölmenni. Na, szóval lehet gyerekek, hogy ez hanvába hult ötlet lesz, mert nem fogok tudni oda fölmászni. Na, itt már vannak ellenfelek.
Slayer? Pár számukat hallottam. Na most... itt hogy kéne mennem? Át a vízen. Ezt azért összeszedjük. Oh. Még 1000 méter. Na, hát az olajat innen maximum hát vonattal, vagy nem tudom. Tehát az arra rohadt messze van, hogy igazándiból csővel, esélytelen. Hót esélytelen az olajat innen. És remélem, hogy nem fönt van, hanem valahol a parton. Mert az úgy nem lenne itt 800-800, valahol ott lesz a parton lent. Jönnek utána a fütyisek. Sőt, ott már három is van, 700-800 méter. Egyébként erre még soha nem voltam, ott is egy roncs. És össze kéne szedni majd, meg ellenfél. Wow! Már lő is rám. A gyerekek, ez rohadt messze van. Eddig jönnek ezek velem. Az jó. Ott vannak 200 méterre. Jó kis barátság. Kőolaj vezeték? Az. Azt mondod, Orion, ha a vége a part középen hozom, akkor nem kell? Most járok itt életemben először, tehát lövés ez mi? Hoppá, hoppá, találtam bauxitot, gyerekek. Új dolog. Az is bauxit. Limestone, az nem kell. Na, hol az az olaj? Itt, sok az ellenfél. Jó van már, hányan vannak? Sok lesz a harc. Jó, na, nagyjából le van takarítva. Jó sokan vannak. Jó kis slip nagy gyerekek, nem? Nem menő? Na, itt van az olaj. Igazándiból itt is van, meg itt is van, ott is van, meg mindenfele is van. Pure.
Hát most nem tudom, hogy... hogy érdemes-e idejönni, és akkor elkezdeni kiszedni, meg kannázni, meg tartályba, azt valahogy visszasétálgatni vele, mert ezt jelenleg oda hazavezetni, hát nem akarok hülyeséget mondani, de órák. Tehát órák, mire ezt hazavezetem. Ez is csak limestone. Viszont a óriási vízfelület rohadt jó, gyerekek, nagyon nagy gyárat lehet ráépíteni, mert egyenes vízfelület van. Ezt miért nem lehet szedni és izébe hazavinni a marokba? Így belemarkolni, és akkor így a két kezemet összetartom, és akkor úgy elviszem. Hm? Nem? Miért nem lehet? Na jó, mindegy. Most már legalább tudom, hogy ez itt van. Arra is van még. Meg arra is. Tehát itt három helyen is van olaj, de hát először szerintem egy helyen bőven elég lesz kiszedni. Jó, ugye ahhoz, hogy tudjak olajat szedni, kell olajextraktor. És jelenleg nem tudom még semmit belerakni, tehát itt kell majd összepakolni a gépet, meg a refinerit is hozzá. Tehát igazándiból ezt tudok craftolni, mert csak motor kell, betonacél, kábel, ehhez sem kell nagyon semmi, tehát igazság szerint ez nem egy nagy kaland, ezt én meg tudom építeni, és el tudom kezdeni kiszedni az olajat, még akár ilyen fluid buffert is tudunk neki csinálni. Úgyhogy szerintem legközelebb majd, ha jövünk ide, akkor ezt ide letelepítjük, de az áramot még mindig ide kell hozni, vagy ide, nem, ide hozok egy, mi ez, visszatermelődött? Szóval mindenképpen energiát kéne idehozni, de lehet, hogy a, hogy hívják, hogy ide fogom hozni valamelyik generátort, és akkor az izét elhasználjuk. A biofuelt, mert abból van egy tonna. Tehát igazándiból nagyon sok biofuelem van, és kéne használni. Tankhajóval, és hogy kötök ki otthon? Nem, egyébként sokan ide szoktak bázist építeni a vízre, vagy a vízes területekre, mert hát lapos, és nincsen vele probléma. Viszont szerintem érdemes lenne kiírtani útközben mindent, és akkor nem lenne vele gond legközelebb. Ott egy sárga. Szétcsapkodjuk ezeket a jó fiúkat. Az nagyon jó. Nem olyan nagy kaland az a 2 kilométeres cső. Biztos vagy te abba? Figyelj a... Hogy is van? Hát... A feles... Se tudja. Na jó, ezt most itt hagyom. Ezt mégse írtam ki. A fene se tudja. Azt mondod, hogy érdemes hazavezetni és otthon megcsinálni. De rohadt messze van. Tehát... Jézusom, itt is egy ilyen. Tehát én igazából nagyon-nagyon sokat jöttem, tehát 2 kilométer egyébként pontosan szó szerint. Ú, az valami ellenfél, nem? Egyébként lehet szerintem rossz irányba jövök, amelyre jöttem. Most nagyon keresztbe megyek mindenen egyébként. Tudti, hogy nem erre jöttem. 1000%. De most már mindegy. Hát ez van egyébként a legközelebb, és a másik irányban is van 1800, de az csak egy. Itt meg van vagy 3. Nem tudom, hogy mennyi olaj kell. Igazándiból egy pár darab plasztik, meg ilyen hülyeségek kellenének, ugye, hogy,
hogy tudjak fejleszteni, építkezni, alapvető dolgokat csinálni, és akkor azt utána majd a nagy üzemi termelést majd megoldjuk, meg majd megcsináljuk, az nem most kell, meg nem most lesz. Jó van, már hányan vagytok itt? Ja, fölmásztam ide a hegyre szerintem. Ezt a részét a térképnek egyáltalán nem... ez mi? Katerium, egyáltalán nem... temboltam még itt, nem derítettem fel, úgyhogy... Egy csövet érdemes hazavinni? Tehát akkor azt mondod, hogy... aha, hát itt van egy... itt van egy vízesés. Lefele. Szóval azt mondod, hogy mindenképpen érdemes elhúzni ideig az elektromos hálózatot, meg egy csövet visszafele, és akkor otthon hadd jöjjön az az olaj, hadd menjen a téma. Valahol meg kell ugranom, így is, úgy is. Á, itt van valami. Egy piros. Hazajöttünk, jó van. Remek. Nem gondoltam volna, hogy vissza is érek. Jó, megnéztük akkor, hogy hol van az olaj. Majd meglátjuk, hogy tényleg akkor most odaig elvisszük, visszahozzuk, nem tudom. Jó, a finomító nem a pálya másik felén van. Igen, egyébként, tehát abból fogjuk kiszedni, el kéne mindig érte mászkálni. És azt lehet, hogy nem akarom. De az meg hadd menjen befele. Jó van, hát igazándiból a nagy része meg lett annak, amit szerettem volna. Az acélgyártás még az ugye nem indult be, de egyébként minden készen áll hozzá, tehát már csak be kellene vezetni ugye a szalagokat, és mehetne az acél, oda van vezetve a vasérc, oda van vezetve a szén, be van kábelezve, tehát van áram, van minden, ami kell, le vannak rakva a gépekbe, és vannak ugye már majdnem kötve, tehát gyakorlatilag csak annyi az egész, hogy milyen szép a... Azért ahhoz képest, hogy kinézett, most már ahhoz képest sokkal jobban néz ki ez a gyár, tehát tényleg kezd ilyen gyár kinézete lenni. Úgyhogy igazándiból elégedett vagyok megint a mai teljesítménnyel. Hát majd legközelebb befejezzük, meg hát az olajos témának nekiállunk, mert minden következő fejlesztéshez már kelleni fog a plasztik, meg a gumi, úgyhogy azokra nagy mennyiségben szükség lesz. Na és akkor itt is vannak már a... itt vannak a kis foundrik, és ez, hogy egyébként a falon lehet vinni most már a szalagot, rohadtul tetszik nekem, úgyhogy ez is egy jó újítás. Ott meg ugye a szén jön be, és akkor majd keresztbe hosszába átvisszük az alapanyagot mindenhova, ahol kell. Jó. Bár lehet, hogy inkább erre kéne elhoznom, hogy csak előről legyen megtáplálva ez, mert később ott már más kéne elvezetni. Meglátjuk majd, ezt még legközelebb kitalálom. Na, viszont srácok! Elégedettek vagytok a teljesítményemmel? Akkor jó, azért dolgoztam, tehát nem lazítottam itt a gyárban, áldogáltam és csak kávéztam, aztán nem vártam, hogy magától felépüljön a dolog. Úgyhogy srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma velem tartott. Holnap 5-kor akkor Minecraft lesz, kiírom Facebookra, Discordra, YouTube-ra, egy magyar szerver indul, meghívtak, hogy legyek ott az indulásnál, megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni. Úgyhogy holnap is várok mindenkit szeretettel, és köszönöm szépen a mai napra a követéseket, a biteket, köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Legyetek, készül a szoci acélművek, készül. Hát nagyjából kész van, csak már be kell fejezni. Szóval jó éjszakát kívánok mindenkinek, holnap találkozunk, addig is legyetek jók, szevasztok, ciao.